Eskü! Itt is van a stúdióban két fes fiatal egyenruhában, Birtalan Balázs Beáta és Dékány Gábor honvéd tisztek. Jó estét kívánok, nem tudom, hogy szólíthatom önöket. Hadnagy úrhölgy, hadnagy úr, milyenkor a helyes megszólítás? Jó napot kívánok, az én esetemben hadnagy asszony. Hadnagy asszony. Én pedig a hadnagy úr megszólítást. Hadnagy úr, hadnagy asszony, hadnagy úr. Milyen érzés, amikor az ember így képernyőn keresztül nézi a tisztavatást, még az is valami nagyon megható és nagyon megtisztelő önöknek, akik ott voltak és önök tették le az esküt. Milyen érzés kavargott önökben? Én az elején nagyon izgatott voltam, hiszen 4 év tisztjelölti életnek lett vége, és valami új kezdődik a hadnagyi pálya, a hivatásos élet. Tehát izgalom volt. Igen. Leginkább, és önben? Én pedig többnyire a szeretteimre gondoltam, mindazokra, akik segítettek, hogy elérhessem a céljaimat, meg arra a 4 évre, amit eltöltöttem az egyetemen, és a sok emlékre, ami most véget ér. Tényleg egy nagyon nagy nap ez az életükben, valami egészen más kezdődik, de mikor és miért döntöttek úgy, hogy a katonai hivatást választják? Kérdezem először Beátát, mert azért a hölgyeknél nem egy szokványos, hogy ebben a férfias szakmában, hivatásban helyezkedjenek el. Nekem onnan jött, hogy én gyerekkorom óta tékvándózom, így a parancsuralmi rendszer annyira nem állt tőlem távol, és a felvételi előtt 2 évvel jöttem el először nyílt napra az egyetembe, azonban akkor még a rendészettudományi kar iránt érdeklődtem, de a nyílt nap az a Hungária körúti Zrínyi Miklós laktanya és egyetemi kampuszon került megrendezésre, így a katonai életbe tekinthettem bele, és nagyon megtetszett, különösen a fegyverzet technikai rész. Ott akkor megpecsételődött a sorsa. Milyen furcsa, hogy egy hölgynek nem tudom, főzéstechnika, hanem a fegyverzet technika az, ami elcsavarja a fejét, és önnek. Nekem pedig alapvetően 2 érdekeltségi köröm volt, alapvetően informatikát tanultam középiskolában, viszont volt lehetőségem 2 évig a katonasuli programon keretein belül különböző katonai fogásokat elsajátítani, rengeteg közelharcúránk volt, és többször meglátogathattuk a szolnoki helikopterbázist, és ott tetszett meg nekem a katonai élet, ott találkoztam tisztjelöltekkel, akik meséltek, hogy ők hogyan élik meg, mit jelent számukra a tisztjelölti élet, és itt tetszett meg ez a életpálya. És hol, milyen területen szolgálják a jövőben a hazájukat, azt ilyenkor már pontosan tudni kell, vagy tudni lehet, igaz? Én katonai logisztika szakon végeztem, haditechnikán, azon belül fegyverzett technikusként, és a Magyar Honvédség anyagellátó raktárbázis tápiószecsőzi bázisparancsnokságára kerülök, ahol fegyverjavító és karbantartó szakasz-szakasz parancsnok leszek. És ön, hogyha informatikát tanult, akkor valamilyen területen helyezkedik el? Igen, én ezt is vittem tovább, katonai informatikát tanultam az egyetemen, és ezután pedig a Híradó Informatikai Rendszer Főközpontban, az Informatikai Főközpont Hálózati Rendszermenedzsment részlegén fogok dolgozni, mint beosztott tiszt. Akkor például, amikor a miniszter úr a kiberhadviselésről beszélt, akkor az egy picit az ön asztala is lesz a jövőben? Részben igen, mi adjuk azt az infrastruktúrát, ami az egész honvédségi informatikát lehetővé teszi. Az esküjük során ugye a tisztek megfogadják, hogy Magyarország állampolgárait, hazájukat akár a saját életük árán is megvédik. Át lehet-e érezni ezt a felelősséget, főleg békeidőben? Tehát, hogy tényleg arra tesznek esküt, hogyha kell, akkor az életük árán is megvédik honfitársaikat.
Én úgy érzem, hogy át lehet, hiszen a 4 év alatt annyi mindent tapasztaltunk meg, különösen a kiképzőink és a tanáraink elmondása alapján azokat, amiket ők éltek meg kint misszióban, vagy akár az országon belül, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mit vállalunk. Ön? Ezen felül szerintem egy kicsit nehéz a helyzetünk ilyen szempontból, mert annak ellenére, hogy volt rengeteg katonai alapfeladatunk, mindketten szakcsapatnál fogunk szolgálni, és ezért ilyen szempontból egy kicsit nehezebb elképzelni azt, hogy egy szakaszt vezetve rohanunk a harcba, hanem ugye sokkal inkább nekünk a szakfeladatainkra kell koncentrálni, de Azt el tudják képzelni akár a jövőben, hogy valamilyen külföldi misszióban esetleg szerepet vállalnak, vagy inkább maradnak ezen a területen? Én mindenképp szeretnék megmaradni a fegyveres területen, de a misszió gondolatával is foglalkozom. És a fegyveres terület azért, én most teljesen laikusként kérdezem, akkor az mégiscsak olyan, ahol fegyvereket forgatnak, elképzelhető egy olyan szituáció, amikor éles helyzet van. Nekünk inkább maga a harcban megsérült fegyvereknek a javítása, karbantartása lenne a feladatunk. Tehát maguknak a fegyvereknek a karbantartása és javítása. Amikor katonának állnak, meg nyilván amikor ugye beiratkoztak az iskolába, akkor rettentően fontos a család, a szerettek támogatása. Ezek a támogatások önöknél megvoltak, vagy féltették önöket, vagy bátorították még inkább, hogy véghez vigyék céljaikat, terveiket? Az én családom teljes mértékben támogatott engem, de akkor is örökre édesapám pici lányom maradok. Tehát ott akkor megvolt és önnél? Én is megkaptam minden támogatást tőlük. Elfogadták, hogy ez egy olyan pálya, ami rengeteg elkötelezettséget és nagyon sok odaadást kíván, és lesznek olyan hetek, hónapok, amikor akár egy másodperc sem tudok hazamenni, egy telefonhívást sem tudok megejteni, akár ha az ember kint van misszióban, vagy egy külföldi gyakorlaton, könnyen megesett, hogy ilyen problémákba ütközik, viszont mind képesek voltak elfogadni ezt, túllépni rajta, és támogattak továbbra is. Korábban említették, mert nem tudom melyikőjük, hogy amikor beszélgettek akkori honvédtisztekkel, és amiket meséltek, akkor az megtetszett önöknek, hogyha a mostani fiatalokat, mondjuk pályaválasztás előtt álló fiatalokat kellene megszólítani, akkor önök mit mondanának, miért érdemes katonának állni ma Magyarországon? Számomra annak idején ez nagyon fontos tényező volt, hogy mindenképp egy biztos életpálya, hogy biztos megélhetést jelent a tisztjelöltek számára, miután végeznek az egyetemmel, ami a legtöbb, hát valljuk, hogy a legtöbb egyetemen ez egyáltalán nem biztos, hogy a végzés után rögtön el tudnak helyezkedni. Tehát, hogy egy biztos életpálya modell az, amit a honvédség keretein belül ugye a fiataloknak biztosítani tud. Önnek, ön mit tanácsolna a pályaválasztásra? Én inkább azt mondanám, hogy ez a hivatás, illetve alapvetően a tisztjelölti életmód is olyan lehetőséget kínál, ami sehol máshol nem található meg. Tehát rengeteg egyetemről mennek ugye Erasmusra például, külföldi országokba, viszont senki nem megy ki katonai egyetemre, és nem próbálhatja ki például az ottani harci eszközöket, vagy az ottani eljárásmódokat, és nem léphet be olyan helyekre, ahová nekünk bejárásunk volt. Hát gratulálok önöknek, és sok sikert kívánok a jövőben a katonai pályán. Önöknek is, és természetesen 170 társuknak is köszönöm, hogy itt voltak. Zámat szolgálom. Köszönjük.